A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóinak és lelkipásztori munkatársainak nyári lelki gyakorlatát Ugrich Tamás püspöki irodaigazgató tartotta az Iszka Szent Györgyi Lelki Gyakorlatos Házban. A háromnapos találkozó témája az Istenkép és az emberkép megújítása volt Jézus Krisztusban. A katekéták és a világi munkatársak az egyházmegye minden részéből érkeztek, hogy megerősítést kapjanak küldetésükben. A munkám területén nagyon sokszor megtapasztaltam azt a nagyon nagy ajándékot, amit a Jóisten adott számomra is, a környezetemnek is, és hogy Jézus ott van a mindennapi életünkben, hogy olyan emberekkel találkozhattam, akik visszatérhettek az Jóistenhez, visszatérhettek a templomba a mindennapi életünkben, és hogy gyakorolhatják a kereszténységüket. Nagyon fontos megtapasztalnunk, meglátnunk, hogy Isten szeretete járja át életünket. Ez küldetésünk alapja, egyházhoz való tartozásunk lényege, szolgálatunknak is ez az alapja és az ereje, kezdte lelki gyakorlatos beszédét Tamás atya a szentmisében. Ha jó az Isten képünk Jézus Krisztusban, ha azt állandóan megújítjuk, minél inkább iparkodunk megismerni Jézust, az ő tanítását, az ő művét és szeretetét, annál hatékonyabb lesz a tanúságtételünk is. A másik fontos téma az emberképünknek a megújítása, kiket is tanítunk és hova is szeretnénk elvezetni. A Teremtő Istennek mi a célja az emberrel, és milyen úton, módon tudjuk ezt a célt szolgálni, hogyan vezethetjük üdvösségre embertársainkat. Eszközei vagyunk Istennek, szolgái vagyunk Jézus Krisztusnak. Ha őt ismerjük egyre tisztább szívvel és jobban, és embertársainkat is megértjük az ő helyzetüket, akkor világosabban láthatjuk küldetésünket, annak útját, annak módját, illetve erőt is kapunk Jézustól, hogy meg is tudjuk tenni, amire meghívott bennünket, és amire az embereknek is szükségük van. Az előadások, tanítások arról szóltak, hogy Isten szeretetének hirdetőivé elsősorban ott kell válnunk, ahol az ember van. Ez nem csak helyet, hanem helyzetet is jelent. Az egyház missziós küldetésének lényege, hogy az embereket ott kell megkeresni, ahol vannak. Ez nem csak helyet jelent, hanem helyzetet is. Tehát őt kell megérteni, akivel találkozom, aki talán távol van sok mindentől, Istentől, erkölcsi értéktől, egyháztól. Őt kell meghallgatnom, és őt kell megértenem a maga helyzetét. Azt gondolom és tapasztalom, ha az emberek szeretettel találkoznak, igazsággal találkoznak, akkor nem is mindig látványos módon, de nem hagyja őket közönösen. Krisztus olyan személy, akit ha megismer az ember, akkor döntenie kell, vagy mellette, vagy pedig ellene. Azt gondolom, hogy hitelességünknek a lényege, hogy az embereket meg tudjuk érteni, meg tudjuk hallgatni, és természetesen, hogy a jó út felé tudjuk vezetni. A hitoktatás az nagyon összetett feladat, és nagyon sok nehézségekkel is találkozunk nap, mint nap, de emellett nagyon nagy öröm, nagyon nagy ajándék az, hogy ott lehetek, hogy olyan ragyogó szemű gyerekeket láthatok, akikkel tényleg találkozom nap, mint nap, és egyre inkább láthatom őket családostól a templomba, és ez nagyon nagy ajándék nekem a Jóistentől, és igenis van értelme hitoktatásnak, nagyon fontosnak tartom. Tamás atya végül arra biztatta a jelenlevőket, bízzanak mindig jobban Istenben, és tegyenek meg mindent, ami rajtuk múlik. A lelki építkezés bonyolult dolog, de Isten kegyelme hatékony. Amikor nem látjuk munkánk eredményét, az ő kegyelme sokszor akkor működik a legjobban. Végén is, már földi réten végén is ott van az Isten, rá mindig számíthatok.